Üdvözlöm a Karcak Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Kuni Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sport Központ és Könyvtár intézmény vezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sok szeretettel köszöntök én is minden kedves tévénézet, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek önöknél. Évtizedek óta hagyomány már, hogy június utolsó hétvégéjén megrendezésre kerül a Karcagi Birkafőző Fesztivál. Idén ez június 23-24-ére péntek szombatra fog esni. Beszéljünk egy kicsit az elmúlt években arról, hogy hogyan zajlott, milyen ívet járt be az elmúlt évek alatt a program. Ez már egy több évtizedes programja a Karcag Városának a Birkafőző Fesztivál. A pandémiás időszakban sajnos online tudták megrendezni kolléganőim ezt a rendezvényt, de tavaly már sikerült a hagyományoknak megfelelően megszerveznünk a Karcagi Birkafőző Fesztivált, és most is nagyon készülünk, hogy egy sikeres rendezvényt tudjunk magunk mögött. Egy, egy hatalmas rendezvény, tehát a gasztronómia, a kultúra ötvöződik a programokban. Hogyan zajlik erre a felkészülés? Hát nagyon hosszú időt vesz igénybe, több hónapot ölel át a rendezvénynek a megszervezése, hiszen nagyon sok apró részletet kell leegyeztetnünk, mind a fellépőkkel, mind pedig a hozzájuk kapcsolódó vagy támogatóinkkal. Most is nagyon régóta már január óta már szinte mindennapi feladatunk az, hogy ezt a rendezvényt előkészítsük. Azért már lehetett látni nyilván több fórumon, hogy milyen programokkal készülnek, beszéljünk erről is, illetőleg a másik lényegről, hiszen a főzésről szól ez a nap, ezt részletezzük, hogy hogyan zajlanak, kik a jelentkezők, hány résztvevőt adminisztráltak már, illetőleg magáról a programrészekről. Egy kicsit átszervezésre került a múzeum kertben a főzők helyek. 206 főzőhelyünk van idén, és szerencsére elmondhatom, hogy mind a 206 helyre van nevezőnk és van főzőnk bejelentkezve. Így aztán több száz kondérban fog főni idén is a karcagi birkapörkölt ezen a fesztiválon. A jelentkezők időben megtették a jelentkezéseiket, és már most minden apró részletet le tudtunk mindenkivel egyeztetni. Idén is a zsűri tagok jelentkezését vártuk egy pályázati felhívás keretében, és elmondhatom, hogy nagyon sok pályázati munka érkezett, melynek a döntéséről a napokban fog összeülni a birkafőző egyesület tagjaiból egy bíráló kis csapat, és ők fogják eldönteni, hogy kik azok, akik idén külső tagként részt vehetnek a szakmai zsűri munkájában. Milyen programok lesznek pénteken, és hogyan alakul a szombati nap? Igyekeztünk minél színesebb programot összeállítani, mint péntekre, mint szombatra. A pénteki napunk az egy kicsit eltér a hagyományoktól, hiszen idén a Jász Nagykunszolnok Vármegyével közösen valósítunk meg egy programot, és eddigiekben ugye borudvarként volt híres a Városháza mögötti parkoló rész, Idén Hungarikum térnek neveztük el ezt a területet, hiszen, ahogy mondtam, a Vármegyével közösen egy pályázati program keretében inkább az értéktárban szereplő dolgokat szeretnénk ott megmutatni az ide látogató vendégeinknek. A Városháza belső udvarán értéktárban szereplő dolgok lesznek kiállítva és a színpadon pedig a nép, Pántlika néptánc csoport fog fellépni, Márkus Ica népdalköre, valamint a Tutta Forza zenekar velük együtt fog énekelni, Szűcs Attila énekművész, illetve este ott a Happy End Band fogja szórakoztatni az ide látogatókat. A Rock udvarban a The Best Company fog fellépni, aztán egy kis szünetet követően a Strong a Calvin színpadon pedig este a Nagy Feru és Beatrice várja a rajongóit sok szeretettel, később a fiataloknak kedvezve kis Kevin fog színpadra lépni, és az Ifi Club Reload fogja este a zenét szolgáltatni a ide látogató vendégeink számára. Már a péntek is elég erős. Igen, igen, most a múzeum színpadon nem lesz programunk, de a másik három helyszínen igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy minden korosztályt és mindenféle érdeklődést lefedjünk. És ugye a főnap a szombat? Így van, szombaton 10 órakor fog megkezdődni a. A rendezvényünk a megnyitót követően, ugye az árusok, illetve a főzők már hajnalban elkezdhetik elfoglalni a rendezvény területét, úgyhogy ők már 10 órakor valószínűleg mindenhol rotyogni fog a lábasban a finom karcagi birkapörköt, hiszen annak el kell készülnie időre, hogy a zsűri tudjon döntést hozni. Idén kenderes város a díszvendégünk, őktőlük fogunk látni a megnyitót követően egy kis műsort, ezt követően a karcagi néptánc csoportok fognak föllépni a színpadon, majd a Daniel Spielbrech zenekar fogja szórakoztatni az ide látogató vendégeinket, illetve az eredményt követően Nóta műsorral fogunk kedveskedni a idősebb korosztály részére. A Hungarikum téren fogja várni délután kettő órától a Dankó Rádió érdeklődőket, Szívküldi Szívnek című kívánságműsorokat. Innen a Karcagi Birka Főző fogják élőben közvetíteni, hogy várják az érdeklődőket, lehet kérni tőlük muzsikát, és akkor azt ők le fogják játszani mindenkinek a kérését, teljesíteni fogják. Majd ezt követően ott a Match Boys, illetve Farkas Judit fog a színpadra lépni. A Calvin színpadon délután már 5 órakor megkezdődik a nagy esti koncertünknek a beállása, a Falo de Flow fog föllépni este 8 órakor a Calvin színpadon, ők, őt fogja kísérni majd vagy követni majd a nem az elány és Sophie, illetve DJ Chris fogja szórakoztatni a fiatalságot. És ugye éjfélkor pedig majd a tűzi játékkal fogjuk zárni a rendezvényünket. Mind a két nap, pénteken és szombaton is működni fog a templomkedben a Jó a hagyományoknak megfelelően. Mind a két nap színházzal, bábszínházzal várják az odalátogató gyermekeket, különböző kézműves foglalkozásokkal, játszóházakkal, illetve pénteken este fél tízkor egy aura let show fog még föllépni, letvényekkel fog színes kavalkádot kerekíteni a templom kertben. 0-99 éves korig, ahogy mondani szokták, azt hiszem, hogy mindenki megtalálja a számára a kedvező programot. Kiket várnak? Tehát itt a látogatókra értem, hogy belföldön egyetemű, hogy az ország minden részéről, ezt tudjuk évek óta, hogy szoktak ide érkezni, konkrétan a Birka Főző Fesztivál hétvégéjére látogatók, és külhomból esetleg mi a tapasztalat? Ahogy igen, az előbb mondtad, mondta, Magyarország szinte minden területéről érkeznek hozzánk ide látogatók a rendezvényre, hiszen mindenki kíváncsi már az évtizedek alatt kinőtt programunkra és a karcagi birkapörköltöt én azt gondolom nagyon sokféli szeretik, és nagyon szeretnék megkóstolni, úgyhogy idén is lesznek olyan főzőink, akik folyamatosan fognak a nap folyamán birkapörköltöt készíteni, annak érdekében, hogy mindenkit ki tudjunk szolgálni a ide látogatók közül. Külhomból is nagyon sokan érkeznek, hiszen az itt lakók eltávozott rokonai nagyon sokszor visszatérnek, és pont a birka főző idején, éppen azért, hogy ők is részeseik lehessenek ennek a rendezvénynek. Volt róla szó, hogy többször főznek ugye ugyanazok a csapatok, de a fiatalokat mennyire mozgatja meg főzés tekintetében a rendezvény? Én azt mondom, hogy most a jelentkezések alapján azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok fiatal versenyző is megpróbál megmutatkozni ezen a versenyen. Mi az oka -e ennek, hogy sokasodik a számuk? Én azt gondolom, hogy szeretnék ezt a hagyományt továbbvinni a családoknak, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, és ez a fontos itt a városunkban is, hogy ezeket az értékeket átadjuk a fiataloknak, és megőrizzék továbbra is. A színpadi programokon kívül milyen programokon vehetünk részt? Lesznek kísérő programjaink, a Varó utcán idén is kitelepül a Hangeri, illetve a Lábas játszóház. A Püspökladányi úton a kézművesek utcája működni fog, és nagyon sok szép kézműves terméket fognak tudni megnézni, illetve megvásárolni kedves vendégeink, illetve a Kálvin utcán a vendéglátó egységek fognak kitelepülni a rendezvény idejére. Milyen rádió képviselteti magát a rendezvényen? Ahogy az előbb már mondtam, ugye itt lesz velünk a Danko Rádió, illetve itt lesz velünk, és innen élőben közvetíti a rendezvényünket a Kossuth Rádió is. Milyen egyéb médiumokra lehet számítani? Nagy örömünkre szolgál, hogy több országos csatorna is bejelentkezett, és szeretne itt lenni a rendezvényünkről, és szeretné vinni a hírét tovább a Karcagi Birka Főző Fesztiválnak. Néhány praktikus dolgot is mondjunk el, hol lesznek a különböző helyszínekre a bejáratok, illetőleg a parkolási lehetőség milyen módon kerül megoldásra, nyilván sok-sok száz gépjármű fog majd érkezni ezekre a napokra. Csütörtökön reggel 5 órakor kezdődnek meg az útlezárások, és csütörtökön este 6 órakor fog a teljes útlezárás megvalósulni, hiszen akkor már a színpadokat is fel kell állítanunk, illetve az elfelé kerülő fedéseket, illetve hangtechnikákat is el kell, hogy helyezzék a kollégáink. A parkolás az a környező utcákban, illetve a városban kialakított parkolóhelyeken lesz lehetőség megállni a gépjárművekkel. A rendezvény területére csak a behajtási engedéllyel rendelkező autók jöhetnek be, és azoknak az autóknak is reggel 8 óraig el kell hagyniuk a rendezvény területét ahhoz, hogy biztonságban meg tudjuk szervezni ezt a rendezvényt a parkoláson kívül, ha ne hogy Isten valaki rosszul lesz, bármilyen kisebb nagyobb baleset éri, akkor hova tud segítségül fordulni? A mentőszolgálat az segítségünkre lesz idén is, mint ahogy eddig is, és a városi sportcsarnok mellett lesz kitelepülve, vagy olyan helyszínt kellett kiválasztanunk, ahonnan bármelyik más egyéb helyszínünket két percen belül elérik a esetkocsival vagy a mentővel, amennyiben szükséges. Rossz idő esetén? Hirtelen vihar, Ra gondolok, hogy az elmúlt években azért volt egy Menekülési pontként, ha véletlenül leszakadna az ég, de mi megrendeltük a jó időt, akkor a sportcsarnok, a református nagy templom, a városháza nyitvál az ide érkező vendégek részére, és ott fogunk tudni meghúzódni. Én megköszönöm, hogy elfogadta meg és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!